amikor láttam a Facebookon, hogy lesz ez az előadás, én nagyon örültem, és szóltam a barátaimnak, hogy jöjjünk el, nézzük meg, mert szerintem ez nagyon sok magyarnak tetszik, mivel hogy van, aki nem beszéli a nyelvet, és ezért nem tud angol nyelvű színdarabra beülni. Ezért jöttünk el mi is többek között, meg kell a szürke hétköznapokba egy kis színt vinni ezzel. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen, és máskor is szívesen részt vennénk. Gyere, átolva el fény, mindig a régi szép időkben. Mert ő van egy cipővel, tegnap este érkeztünk, és nagyon sok minden volt, ami folyamatban ma reggel derült ki, vagy ma reggel állt össze, de szerencsére összeállt. Nagyon-nagyon tetszik. Én megmondom őszintén, hogy nem erre számítottam, nem úgy értem, hogy rosszra számítottam, de nem számítottam arra, hogy ennyire profi lesz. Tehát eleve ugye a hely nagyon jó, és nagyon-nagyon profi a társulat, a darabválasztás is nagyon jó. Nagyon-nagyon érzem magam. Nagyon hálás közönségünk volt, nagyon jól reagálták azokra a viccekre, amik megvoltak a darabban. Nagyon tetszik, örülök is neki, imádom a színházat, nem csak nézni, hanem csinálni is, úgyhogy azért is ez a kis kamaradarab, ez különösen közel áll a szívemhez. Szerintem itt az Egyesült Királyságban élő magyarságnak ez nagyon sokat jelentik. Hol a futballunk? Az a volt férjem, az is ő volt. Ültek a poénok, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült ezt átadnunk. Úristen, de csinos vagy! Nem csinos ezek a 20 évesek! A 20 évesek első legszerű helyzet. Miért? Most kérdje meg, hogy a legjobb. Nekem azt pozitívom, hogy annak ellenére, hogy ez egy sokkal korábban játszó darab, még a mai időszakban is megállja a helyét, és ennek nagyon örülünk, és mi is hálásak vagyunk, hogy tényleg ilyen sokan eljöttek. Az előadás nagyon tetszett, szerintem nagyon tehetség is a színészek, és maga a darab is egy jó ötlet. Köszönjük szépen a felkérést!